Baltimore, Maryland, 1995. november 12-e. Vagy a szeretet vezérel minket, vagy a félelem. Nincs több lehetőség. És ha egy mondatban kellene összefoglalnom ma esti mondandóm lényegét, akkor az a következő. Az érzés ott legbelül, az a szeretet a szívünkben. Az Isten, aki megszólal, általunk, bennünk. Tessék! A nevem Daisy, és csak azt akarom mondani, hogy tetszett a köszönöm, könyve. Daisy. És úgy érzem, hogy végre megértettem, milyen érzés felébredni ebben az életben. Remek érzés, nem igaz? Egyszerűen csodás. Uh-huh. Úgy érzem, mintha megtudtam volna egy titkot. Hát, kiderült a titkunk. Csak az a probléma, hogy néhány barátom, sőt még a családom is, ha bármit mondok, ami kicsit is spirituális, azonnal lefagy az arcuk. Aha. Ismerem ezt az arc kifejezést, mert én is így néztem korábban, egész életemben. Pontosan tudom, hogy milyen érzés. És a jó hír az, hogy ön nem őrült. Jó! Vagy mind őrültek vagyunk. De ha így van, akkor jó társaságban vagyunk. Ahelyett, hogy azon aggódna, mit gondolnak önről mások, koncentráljon arra, hogy maga mit gondol magáról. Ez a fontos. Van amit bán? Sok mindent. Mondana pár példát? De nem ügyvéd, ugye? Azt kívánom, bárcsak ne okoztam volna fájdalmat. Azt kívánom, bárcsak ne okoztam volna fájdalmat annyi embernek. Legfőképp azoknak, akiket szeretek. De nélkülük talán sohasem jutottam volna el idáig. Tudják, nagyon fontos mindig észben tartanunk, hogy a mindenség a mi kezünkre játszik mindig. És minden módon, függetlenül a körülményektől és a látszattól, sőt, mi több attól is, hogy érzékeljük-e őket. Hogy van pofája? Parancsol? Maga képmutató. Hagyják. Istenről és a szeretetről prédikál itt nekünk, miközben többször is elvált. Hogy beszélhet Istennel, ha még egy asszonyhoz sem tud hű maradni? Nem is tudja, hányszor tettem fel már magamnak ugyanezt a kérdést. Az asszonyok az életemben mind csodálatosak. Sokkal jobban bántak velem, mint ahogy én bántam velük. Elárultam őket. Cserben hagytam őket, és a gyerekeimet is. Ezt elismerem. De többet nem mondhatok, mert azzal a magánszférájukat sérteném. És ezt nem teszem meg. Azt tehetem meg, hogy szeretek, amennyire csak tudok, onnan, ahol vagyok. Hogy minden tettem és mozdulatom szeretetből fakad. Szerintem az egész könyve csupa hazugság. Ha azt akarta kérdezni, hogy én találtam-e ki ezt az egészet, a válaszom nem. Sokat tűnődtem azon, amit gondol. Hinni fog nekem bárki is, elhiszik, amit mondok, elhiszik, kitől való mindez. És azt hiszem, ez a maguk dolga. Maguk döntik el. Csak remélhetem, hogy nem kifogásolják, vagy utasítják el az üzenetet, csak mert ilyen esendő közvetítő által jut el magukhoz. A nevem Kay, és csak meg akarom köszönni, hogy elismeri a hibáit. Hát, köszönöm, Kay. És mindannyiuknak, de igazság szerint ezeket a hibákat mind a mai napig elkövetem, és ezért olyan csodálatos számomra, hogy Isten beszélget velem. Mert elkeseredésemben azért szólított meg Isten, hogy megváltozzak. És
Tudják, nem tudom. Úgy sikerült, ahogy gondoltam, hogy kellene, de így alakult a dolog, és azóta is folytatódik. Az lenne a kérdésem, hogyha Isten üzenetét, a mindannyiunknak szóló legfontosabb üzenetét egybekezdésben kellene összefoglalnia, mi lenne az? Két szóban össze tudnám foglalni. Teljesen félreértettetek.